fagylaltozó, gyroszos és presszó egymás mellett Gergely ugornyán. A nyári szezonban ezek számítanak a legnépszerűbb vendéglátóhelyeknek, főként a strandokon. Ezek az üzletek sokszor csak szezonálisan nyitnak vagy települnek ki egy-egy kedvelt turisztikai helyszínre. A Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal kiemelt nyári ellenőrzéseiben is ezek a helyek voltak fókuszban. A szakemberek összesen csaknem 4700 vizsgálatot végeztek el. Ezeket az ellenőrzéseket a névik és a megyei kormányhivatalok élelmiszerbiztonsági szakemberei végezték tulajdonképpen a teljes élelmiszervertikumban, tehát azért voltak ellenőrzések élelmiszer előállítóknál is. A forgalmazás is jelentős ellenőrzési számot kapott, tehát a kereskedelemben is összesen 2002 ellenőrzés történt, de ahogy mondtam, az ellenőrzéseknek csak nem a fele a vendéglátás területén mutatkozott meg, és ennek megfelelően alakultak ki a feltárt szabálytalanságok, szankciók is, amiből egyébként 37 esetben kellett a tevékenységet korlátozni. Ez ugye egy elég széles körű lehetősége a hatóságnak, megtilthatom bizonyos termékek előállítását, korlátozhatjuk a mennyiséget, hogyha esetleges túlkínálatot vagy kockázatos élelmiszer előállító tevékenységet találunk, illetőleg az egész helyet is bezárhatjuk. Erre legutóbb egy balatonparti üzletnél volt szükség. Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében is folyamatosak voltak az ellenőrzések. Bezárni itt egyetlen vendéglátó helyet sem kellett, azonban számos bírságot kiszabott a hivatal. Főként higiéniai problémákat találtak, de több esetben nem volt tisztázott az alapanyagok származása sem. Összesen 111 ellenőrzést végeztek Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kollégáink. Ennek picivel több mint a fele, 57 történt vendéglátó egységben, 44 a kereskedelem, a többi pedig élelmiszer előállításban történt. 10 esetben kellett bírságot kiszabni, a higiéniai feltételek 13 esetben kerültek kifogás alá, nyomonkövetés miatt 4 esetben, a dolgozók egészségügyi alkalmassága, képzetlensége miatt 5 esetben kellett a kollégáknak eljárni. Összesen 500 élelmiszertételt vizsgáltak meg, ebből 15 kifogásolás történt, 141 kilót koboztak el, ennek összértéke 220 ezer forint volt, az összesen kiszabott bírság pedig 540 ezer forintra dugott. Idén komolyabb szezonális ellenőrzést még a téli ünnepi időszakban, Mikulás, Karácsony és Szilveszter napjaiban végez a Nemzeti Élelmiszerlánc Biztonsági Hivatal.